A karácsony utáni első munkanap rendkívüli testületén ült össze a paksi önkormányzat, hogy két igen fontos napirendi pontot megtárgyaljon még idén. Többek között a DC Dunakom közművelődési feladatvállalásáról és pénzügyeinek rendezéséről is döntöttek. A DC Dunakom ZRT-vel támogatási szerződést kötött a paksi önkormányzat a település közművelődési feladatainak ellátására. Nem tudjuk, hogy a 2019-es évben ez mennyi összeget jelent, ugyanúgy, ahogy nem tudjuk, hogy a 2020-ban mennyit fog jelenteni, és korábban is változó volt ez az összeg, így nem egy összegben határozzuk meg, hanem ahogy a városi rendezvények, illetve a közművelődési feladatok majd megjelennek. A DC Dunakom törzstőke emelésével kapcsolatban úgy határoztak, hogy a megállapított alaptőke 190 millió forint 2018. december 27. napjától. A tőke emelésből fakadó összeget eszközfejlesztésre költheti az ERT, mivel a jövőben a városi rendezvények eszközigényét, a karácsonyi dekorációk elkészítését és a közművelődési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó szállítási feladatokat is a társaság látja el majd a jövőben. Arról is szó esett, hogy december 20-án jelent meg a kormányhatározat arról, hogy 8 milliárd 17 millió forintot kap Paksváros önkormányzata fejlesztési feladatainak ellátására. Alapvetően közműépítés, útfelújítás, a Táncsics Park és a konzervgyár területének a fejlesztésére, illetve a városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion fejlesztésre vonatkozóan. Magyarország kormányától kapott támogatás ügyében a költségvetés módosítására majd januárban kerül sor.